mai vlog többnyire erről a szegmérről fog szólni, de előtte még el kell menjünk valahova. Itt vagyunk a védőnőnél, ugyanis akár hiszitek, akár nem, Sophie ma 9 hónapos. Minden rendben van, elég szépen gyarapodunk. Igazából már használom egy hónap és egy hete, és most úgy gondoltam, hogy ideje csinálni róla egy kis véleményező kis videót, egy kis összeállítást, hogy megnézzük, hogy mit tud ez a kis járgány, meg azt, hogy megérte a pénzét, vagy sem. A működési elve az nagyon egyszerű. A lényeg az, hogy van benne két villanymotor, ha jól tudom, akkor 2x350 wattos villanymotor, egyik a jobb oldalán, másik a bal oldalán. És van ez a gumiborítás itt a tetején, amiben bele van építve egy nyomásszenzor, hogy amikor rálépsz, akkor érzékeli a villanymotor, hogy neki kapcsolódnia kell. Nem tudom, hogy ez így mennyire látszik, hogy így mozog, és tulajdonképpen amikor te rajta állsz, akkor úgy tudsz vele előre menni, előre haladni, hogy előre billensz egy kicsit. És akkor a villanymotor érzékeli, hogy előre kell menjen. És akkor elkezd menni. Mindjárt bekapcsolom. És akkor látni fogjátok, egy ilyen kis fura kis zenécskével jelzőbe van kapcsolva. Elől van két LED lámpa. Igazából nem tudom, hogy mi cél szolgál, mert világítani nem világítanak eléggé. Rajta állsz, ha előre billented, akkor elég jól ez a kütyű. Ha hátra, akkor meg hátra megy. Előre és hátra. Na, miért nem mész? Elég erős motor van bennük. Jó, oké, kikapcsolom. Ezeknek a szegvényeknek tulajdonképpen rengetegféle fajtája, illetve variációja létezik. Ez a kisebbik verzió, nem tudom, hogy ettől kisebb létezik-e vagy nem. Ez, ha jól tudom, akkor 110 kilóig bír. Első ránézésre egy kicsit félelmetesnek nézhet ki, hogy ugyanúgy is lehet ebben menni, de egy jó 10-15 percet, hogyha elbohózkodik vele az ember, akkor simán megszokja és nem lesz vele gondja. Ezt a szerkezetet kétféle akkumulátorral tudod megvásárolni. Az egyikben egy olcsóbb kínai akkumulátor van. Van egy jobb fajta, az a Samsung akkumulátoros. Ebben egy Samsung akkumulátor van. Aminek a töltési ideje körülbelül 2 óra hossza a környékén van, amikor teljesen le van belőle. A gyártási minőség ennek a hoverboardnak, azt kell mondjam, hogy elég jó. Egy hónappal ezelőtt, mikor megkaptam, akkor még gyönyörűen szépen fényes volt, sehol egy karc. Azóta sajnos kihasználtam belőle a lelket is. Úgyhogy, hogyha közelebb jöttök, nem akarom oda cipelni, közelebb hozom a kamerát. Láthatjátok, hogy picit össze van karcolva, meg most már lehet, hogy koszos is. Oké, most már eleget dobáltam, lássuk, hogy hogyan viselkedik ez használat közben. Menjünk egy picit, tornáztassuk meg magukat is, meg a szegvét is. Na mit szóltok? Gyertek! Lássuk, hogy mit tud a szegvé az emelkedőn. Felvisz, vagy nem visz? Itt van ez a szép kis emelkedő. Egyébként itt ez egy maros töltés, itt a Toyota töltés oldalában. Nem tudom pontosan, hogy hány százalékos, de elég jó kis meredekségű. Azt hiszem, hogy az emelkedő próba gond nélkül teljesítve van. Azt már nagyon jól láthattuk, hogy betonon kiválóan megy, tökéletes, nincsen semmi gond vele. Nézzük meg azt, hogy terepen hogy szerepel.
Hát füvet nem annyira szereti, talán hogyha le lenne vágva a fű, most itt elég nagy, nagy a hosszúsága a fűnek, lehet, hogy azért nem szereti, de annyira nem jó. Fűre nem ajánlatos. Oké, akkor most nézzük meg. Homokon. Homokod esélytelen. A maximum végsebessége olyan 12 km per óra körül lehet, de ez is súlytől függő. Az, hogy pontosan mennyivel tudok menni, az csak körülbelüli érték, mivel nincs rajta kilométer per óra, így nem tudok semmi biztosat vagy pontosat mondani sajnos. Mondjuk ez egy elég jó fejlesztés lenne, hogyha lenne rajta legalább egy digitális sebességmérő, vagy valami hasonló. Ha csak azért veszel magadnak egy ilyet, hogy kivásd a biciklit, akkor el kell szomorítsalak, ez erre nem alkalmas. Ugyanis jobban jársz egy biciklivel, mint egy szegvéllyel. Azért jársz jobban egy biciklivel, mert ez a kis szerkezet, ez nem tud olyan gyorsan menni, mint egy bicikli. A másik dolog meg, hogy körülbelül 10 kiló, amit magaddal cipelészni mindenhová, az annyira nem jó. És még csak le se lehet zárni. De ha szeretnék kitűnni egy kicsit a tömeg közül, és úgy gondolod, hogy a gyaloglás az unalmas, és szereted, hogyha megbámulnak, meg elámulnak, szereted azt, hogy ha látványosságként tekintenek rád, akkor ez az eszköz neked való. Lehet, hogy kiadtam egy-két dolgot ebből az értékelő videóból, ha lehet így nevezni, hogy értékelő videó. Ha esetleg van kérdésed és valamit úgy érzed, hogy szeretnél megkérdezni, akkor nyugodtan kérdezz meg a videó alá, írd a kommentet, és megpróbálok válaszolni rá. Szofi, ne bánsd! Ennyi volt a mai vlog, köszönöm szépen, hogy néztétek. Sajnos a hihetetlen hírek ma elmaradt, mivel nem szerettem volna túl hosszúra nyújtani a vlogot, úgyhogy erre holnap sort fogunk keríteni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk holnap. Elköszönünk, készen állsz a küldésre? Sziasztok! Halló! Sziasztok! Találjátok ki, hogy mi van a kezemben. Kaptam ma két csomagot, amire már nagyon-nagyon régen vártam. Hogy mi van ezekben a csomagokban, majd csak a holnapi vlogból fog kiderülni. Ne felejtsétek el megnézni. Sziasztok!